Hát sziasztok srácok, én sajt és, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban, és gyorsan lejöttem a tengerpartra ebben a mai videóban, hiszen itt szeretnék egy jó kis videót csinálni nektek. Elemben az történt srácok, az, hogy van egy kis gond, hiszen flash food van, minél magasabbra kell jutnom, és én vagyok az az egyetlen bolond, meg az a kislányod, ha jól tudom, máskodom, vagy fiú, nem igazán látom az kinyert, aki egy olyan helyre jött, ahol nem biztos, hogy biztonságban vagyunk Amúgy, srácok, üdvözlök mindenkit. Most egy kicsit gyors volt ez a beköszönés, de akkora izgalmak vannak, hogy mindjárt kidől alattam ez az egész. Miért? Ne! Ezt nem hiszem el. Srácok, itt vagyok a víz alatt, ez most komoly. Ne szórakozzunk már, itt vagyok a legesleg elején, a videó legeslegén. Megpróbálom, srácok, még van, még van idő. Ugor föl, bolond! Ugor föl, légy! Ne! Légy! légy. Na ne, ezt túlélem, megőrülöm. Légy! Nem fogy a hp -m. Nem. Léci, egy másodpercet kell kb. egy kibírjon a karakterem. Kérlek. Ez az! El se hiszem! Úgy srácok, ebben a mai videóban az egyik kedvenc játékommal fogunk játszani a roblox és azon belül is a Natural Disaster survival lel ami, mint tudjátok, egy elképesztően királyjáték, és én nagyon, de nagyon bírom, hiszen figyeljetek, még a top listán is rajta vagyok, a top 10 survival isbe ott vagyok, figyeljetek, ott figyelek, most már láthatjátok azt, hogy milyen király is vagyok ebben a játékban, és nem reszeteltem magamat, ez most komoly, most alapból, Oh, hát ez óriási hiba. Nézzetek meg, mennyi életerővel kezdek a fullos helyet. Na hát ezt most valahogy ki kell, hogy javítsuk. Nekem is az adott, hogy most fel. Menjetek már, na, no. Léci, engedjetek föl. Ne legyetek ilyenek, Léci, is fel, mindenkit. Ne, és még lelök. Nézzetek, mennyi életem maradt ez most komoly. Az a gond, most is a szélén állok. Ajajajaj, aj, hát, ó, kösz. Felnyomott a fejével. Nagyon szépen köszönöm. Itt vagy... egyedül vagy itt a tetején, miért? Ti meg, ezen az egy rúdon áll ez az egész épület? Na az igen. Hát ha ennyi élettel srácok túl, az durva. Az, akkor srácok nyomtak egy lájkot erre a videóra, ígérjétek meg nekem. Jaj! Meteor! Meteor, és ojjaj, oh, a köze, a füstje megszáll, ha beszívom a füstjét, már akkor meghal a karakterem kb. Szóval erre kíváncsi ezek azt, hogy mi lesz, mert ide. Oh, jaj, 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 jaj. Az a gond, hogy szerintem minden le kéne, hogy menjek. Hiszen, hogyha ez ledől, az a zuhanástól nekem végem. Szóval szerintem le fogok most mászni szépen, csak nehogy. No, ne, ne, oh. ho! és megpróbálom megnyerni az egészet. itt van vannak gondok, azt kell, hogy mondjam, De nem baj, nem baj, megfogjuk ezt. Jók vagyunk, srácok. Oh, ASTA! Ez mi? Az óriás ház is teljesen kidőlt! ne szórakozzuk, hát ebből mi lesz? Azt a... Remélem, nem nagyon sokáig fog tartani ez a, ez a kitörése magának a, a villám, villámnak, vulkánnak. Ez mi? Az az óriási házat eltalálta? Hát az kemény hajátok azt hogy mondja. Szerintem, ha nem üt az ember és, és szerencsénk van, ezt meg tudjuk csinálni. Kérlek. Itt a lehetőség arra, hogy megnyerjük ezt az igazi küzdelmet. És nem olyan sokan vagyunk már szerintem magán a pályán, hiszen ott egy, ott befutott még egy, három, szerintem Max egy tizen vagyunk, hogyha arra is el vannak rejtve, de lehet, hogy még annyian se, és most már kicsikét, és ez az, kettő, négy, hatal túl, srácok, én megmondtam, srácok, most már hát nyomtok egy kell egy lájkat erre a videóra, hiszen az előbb megígértétek, most hát remélem az, hogy beteljesítitek, srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, reszettelem magamat, hiszen túléltük, mondtam a kör elején, hogyha így túléljük, akkor ebből like lesz, én mondom nektek, srácok, azt a, ez, nagyon-nagyon király, jöjjön a harmadik körünk, ami nem tudom, hogy mi lesz, de biztos, hogy School. Úha, uh, a magasságokban lévő iskola, meg is nézem valahol itt van, de amire odaérek, elszmódol. Hát, ö... hát ez egy egész jó ház. Szerintem menjünk be az épületbe, srácok, menjünk is be. Ö, emlékszem, itt vannak ezek a lokerek, tök jó, itt bujkáltunk még az előző videóban is ebben a minigénből. Hol is vagyunk? Halló? Mennyi az idő? Fél kettő? Hát akkor mindjárt iskola van, srácok, mindjárt vége az iskolák, hogyha fél kettő van. Oké, okay, és oké, okay, és az ugye, a melyik óra is tart addig? Na, nálunk, srácok, nektek meddig tart a hatodik óra? Mert jól tudom, nekünk fél kettőig tartott, ne, nem, szerintem... 13 óra 25-ig tartott a hatodik, igen, 13 óra 21 óra 25-ig tartott, 13 25, utána a hetedik óra az negyed még az kettő óra, ugye 12, nem, tizennégy óra tizenötig tartott, az az kettő óra i ellenben most meg savas eső van, de most nem kell fog, most, a... most az órát tanuljuk, srácok, az óra megtalálása most sokkal fontosabb, mint a savas eső. Csak hát nem ilyen környezetbe, hogy egyből rávesett. Oké, okay. Be? Ja, hogy ja, azért sárgul be, hiszen már sebződött. Aha, Hát akkor én nem tévedek, nem vagyok én akkor a bolond. És nektek meddig tart a hatodik or? Mert jól tudom, amúgy úgy különbözik néhány iskolából, hogyha már ilyen iskolás pályán vagyunk, beszélnek egy kicsit az iskoláról. Némelyik ismerősömnek ilyen 3 kor kezdődik a tanítás, meg ilyenek, de nekem 8-kor kezdődött, vagy 55-kor elméletileg szabad, szóval tök durva. Öm, óha, szegény, szegény, maga alá temette a roncs. Hát szerencsét szerencsétlen emberünk. Hát, én az előbb még itt álltam. Ez majd, ez majd nem rám esett volna? Hát a, 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 Oké... Okay. A, 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 jó, hát srácok, jó, de eddig... Most az jutott eszembe, hogy eddig egy csomót túléltünk már. Ki? Pink avokádó. Négy-négy. Te neked a fejed miért ilyen, mint egy tök? Már, Jó, oké, okay. Oh, hú, huh, huh. meg is van a nyereségünk, srácok, ezt hogy mondjam nektek, legyőzhetetlenek vagyunk már körülbelül ebben a játékban. Jöjjön a következő kör, amiben már megvan a 41. Survivor-ik. jó, olyan büszke vagyok erre a 41 survivorre, és uh, hát az alvesnek egy kicsit több van, meg Banikájnak is. Az mi? Kirobbant csak úgy. Azt a ide csapott be a meteor, és az gond, hiszen hiszen nem tudom azt, hogy hova fog becsapni következőre, most megpróbál. Oha, azt a megpróbálok gyorsan bemenni egy kis házikóba, srácok. Megpróbáljuk. Csak azt ott hol van az ajtó? Ez most komolyan mondom. Srácok, hol az ajtó? Jó, jó, oké, sok itt van. Ha ide becsap a meteor nekünk, akkor végünk van körülbelül, hiszen akkor óriási gondba leszünk. Megnézzük, hogy a közelbe jön-e valamekkora meteor. Engedj ki, engedj ki, kérlek, hiszen. Jaj, pont ide elénk. Azt azt ez a meteor eső, ez nagyon-nagyon durva, srácok, én mondom nektek, menjünk, nézzük meg, tőle. jó, 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 Ö, az ott nem ránk esik. oké, okay. szerint az a gond, hogy kicsit eltérülnek útközben, szóval nem lehet kiszámítani. Júj, júj, amúgy ez tök durva. Ez milyen durva, úgy figyeljétek, ez desi, csak nehogy ránk. Kell. Jaj, jaj! Ez ide esett mellénk, még a füstje is megcsapat. Ó, oh, jaj, 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 ez amúgy nagyon menő. Ez tök király. Csak hát lehet, hogy ilyen szabad réte. Jó, Huha, Húha! Jö, jö, jö! ez, ilyen, ez ilyen parkour halljátok, hiszen ki kell kerülnem a, a, becsapódásokat. Eddig nagyon jók vagyunk ebben a videóban, srácok. Remélem, hogy ti is élvezetek. Úgyhogy egyébként akkor iratkozzatok fel a csatornán, ha szeretnétek hasonló videókat. Hiszen, hiszen, hogyha szeretnétek, akkor csak egy csomó hiszen és tökre élvezem. És remélem, srácok, hogy ti is. Na, aj! Szóval köszönöm szépen a feliratkozásokat, a falán bújtam volna be, és megnyertük! Eddig négyből négy, vagy, vagy ötből négy, vagy... A, tudja fene. A szerencsét bevásárló központ következik, srácok. Szerencsések vagyunk ebben. Ne, megint nem respawnoltam magam, hát ezt nem hiszem el. Minden srácok, be kell mennem, be kell mondanom. Hol van az a kis telefon, tudjátok, amivel az egészet tudok beszélni? Ha, lakosság kérem, hagyja el a vidéket, hiszen egyből vihar fog távolni pár percen belül. Jöjjenek be, Fedezék felé bújjanak, hiszen senkiért nem válunk felelősséget. Köszönjük szépen! Na most már tájékoztattuk, srácok, az embereket. Most már sajnálatos módon nincs mit tenni, hogyha valaki kint ragad, az most már az ő hibája. Mi mindent megtettük, srácok, még a hangos bemondóba is bemelhetünk. Uraim, egy kis vásárlás, kinek van szüksége? Ó, látom, Sino Battery hozott egy kis zokrit magával, jó, 4 dollár, ok, és vigyen nyugodtan. Na ay! Hát ez gondnak mondaná, srácok. Itt nincsen semmi magaslati vidék. A fatetejére lehet összvisz menni? Hát nem mondom, hogy ez olyan nagyon tartós lehet ilyen időszakokra a fateteje, de most egy próbát megér lehetséget. Oh, ajj, ajj, Hát a, a kb. olyasmi, kicsit egy picit lehet lentébb kb. mint a, a ház teteje. Ne, Ádámka, ne hogy lelöki? Létszi, létszi, létszi! Uhu, ne, elsüllyed a fa! Mert megint ez van, srácok! Ez most komoly! Ne! Ne szórakozz! Pont az én fám Milyen magasra megy ez? Az az egy cucc! Összvisz azt nem terítette be? Nagyon, de nagyon sokan! jó. Ajjaj! Ajjaj! Ebből nagyon durva dolog lesz, srácok, hogyha ez most kidől. Hiszen egy csóval itt vannak. Hát ha ez kidől, akkor nekünk konkrétan végünk. Jó, srácok! És kidőlt, de szerencsére pont túléltük. Azt a. Hát, ez nagyon-nagyon király volt, hajának, ez nagyon tetszett. Szerencsére, ez hamar meg tudtuk csinálni, és ez nem olyan, hogy átutána a víz, hiszen akkor az egész bandának vége lett volna körülbelül. Hiszen akkor beleesik egyből a vízbe és szerintem tiszta minden gondunk lett volna, na ez nagyon-nagyon király volt, szerintem így zárásnak, srácok, nekem ez nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy így nagyon szorítani kellett az, hogy nehogy gond legyen, hiszen hogyha gond van, akkor nem csak nekem, hanem mindenki másnak, kivéve egy embernek, aki ott lent volt, lehet, hogy ő a Isabella DD1, szerintem ő az, hát nem tudom, lehetséges, hogy neki nem lett volna baja, ellenben, srácok, ezt is túléltük, hogyha minden igaz, szerintem nagyon-nagyon jól teljesítettünk ebben a videóban, hogy bizony ez a videó ennyire, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot like és iratkozzatok fel a csatornára. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, srácok, aki csatlakozik a sajtok király manájába, és csekkoljátok a leírás leges legelső sorában lévő kis linkentyűt, ami az MC shopba vezet, hiszen ott nagyon, de nagyon, de -nagyon, -nagyon, nagyon király sajtos termékeket tudtok venni magatoknak, hogy nagyon királyek legyetek, srácok, még ettől is királyabbak. Na, de ez a videó ennyi lenne, a következőben találkozunk, legyetek jók, én megyek és nyaralok egy kicsit, vagy meg fogok úszni. Próbálj megúszni, hogy mi történik.